bemutatom a szerzőt, aki még nem ismerni esetleg, Varga Csaba, író, filozófus. Nagy öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Müller Péter író, aki a márciusi nemzeti ünnepünkön vehette át Kossuth díját. Gratulálok! Úgy tartom ezt a kis könyvecskét a kezembe, mint könyvkiadó, mint hogyha valami ilyen kis gyermekem lenne nekem, vagy valamilyen kis újszülöttem. Ugye ezt csak a könyvkiadók tudják, hogy mit jelent ez az érzés. A könyvkiadók közül is a komolyabb könyvkiadó. Tehát nem a Júlia regényekre gondolok, hiszen ugye egy könyvnek a létrehozása, megszületése, a rengeteg szellemi vibrálás, ami körülveszi egy könyvnek a keletkezését, hogy utána ugye végleges formába öntve elinduljon a saját útján, és betöltse hivatását, örömet okozzon, kegyelmet, szeretetet, és megpróbáljon valamilyen módon egzisztálni a saját útján, ugye az olvasókkal való alkotói kapcsolatban. Ez számomra mindig a legfontosabb, és hadd mondjam el, hogy Csaba egy rendkívül összetett személyiség, mint említettem, író, filozófus, szociológus, politikai tanulmányokat ír, de novellákat is, illetve legújabban, utóbbi években egyre sorjáznak versei. És nagyon érdekes, hogy ebben a korban, amikor azt gondolnánk, hogy hát lehet az, hogy ebben a virtuális világban, ebben a túltechnicizált, internetes, elektronikus, fogyasztói környezetben gondolhatnánk, hogy esetleg talán nem a legalkalmasabb kifejezési forma a vers, hiszen a versnek az elolvasásához ugye nyugalom kell, a versnek az átéléséhez csendesség, azzal valamilyen módon kapcsolatba kell lépni, meditálni kell egy versről, magunkévá kell tenni valamilyen módon, hogy hozzá gondoljuk magunkat a vershez, vagy megpróbáljuk a verset magunkhoz gombolni esetleg. Tehát ez egy rendkívül összetett személyiség kérdés, a verssel való kapcsolat. Ugye annál is inkább nagy öröm volt számomra. Valamikor tavaly májusban, amikor a Csaba mondta, hogy hát összegyűlt egy csokorra való, ami szinte követeli azt, hogy könyvformában megjelenjen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát milyen legyen a formája. Ugye számomra pedig rögtön éreztem, hogy itt egy nagy kihívás. Jó magam, idestóban 25 éve vagyok könyvkiadó, több mint 220 kiadvány jegyeztem eddig szerkesztőként és kiadóként. De gondoltunk arra, hogy ez a kötet legyen egy kicsit újszerű abban az értelemben, hogy ne csak egy sima puhafedelű, fekete-fehér, hanem egy színes, ahol külön nagyon fontos szerepe van a versekhez kapcsolódó képeknek, a képi háttérnek, a színeknek, hiszen ezek mind-mind a szakrális szellemi világ összekötöttségét próbálják kifejezni. Egyrészt, másrészt pedig a témája, tartalma, ami ugye nagyon izgalmas, ugye már a címe, hogy megváltó szerelem. Ugye nyilvánvaló, hogy a megváltás legtöbbek számára, hogyha először halljuk, vagy hallják, akkor a megváltás az inkább ilyen szakrális, vallási fogalomként jelenik meg elsősorban, legfőképpen ugye prédikációkban, szentbeszédekben lehet hallani ezt a kifejezést. És ugye különleges öröm ma, hogy itt húsvéthoz közeledve, ugye hát a megváltásnak igencsak lényeges szerepe van, hiszen ugye nyilvánvaló, hogy a krisztusi korszak, a krisztusi eszkatológia is egyrészt áthúzódik ennek a
versciklusnak, vagy képes versek kötetnek a horizontján, de számomra az volt igazán izgalmas, hogy ez a kötet ugye megpróbál egy ilyen szeretet nélküli, az igazi szeretetet, szerelmet nem igazán hát, érzékelő korszak, ugye megpróbál az a kötet egy picit felkiáltó jel lenni, egy picit egy olyan felütést képezni, hogy gondolkodásra késztessen bennünket, próbáljuk meg ismét értékelni, átérezni azt, hogy mik azok az alternatívák és válaszok, amiket nyújt ez a kötet. Most Csabának a kutatásait ismerve az elmúlt idestóva két évtizedben, Csabát mindig az érdekelte, hogy miért ilyen rossz ez a világ. Hogy miért kell állandóan szembesülnünk azzal az egyszerű ténnyel, mintha az emberiség nem tanulna a történelemből. Tehát miért kell ismét és ismét elkövetni azokat a hibákat, bűnöket, hát problémákat, konfliktusokat, amelyek ugye, hát például abszolút rányomják a bélyegüket a 20. századra. Hogyha most visszatekintünk a 20. századra, akkor láthatjuk az összességében, hogy egy iszonyatosan negatív, egy iszonyatosan aljas és szörnyű korszak áll mögöttünk. Hogyha az első világháborútól így hirtelen végig zongorázzuk az eseménytörténetet, ugye a 100 millió áldozatot, sőt több mint 100 millió nyugodtan mondhatjuk, 1200 háború zajlott a 20. században, 1200 háború zajlott a Földön a 20. században, és sorolhatnám tovább, mindannyian tudjuk ezeket a dolgokat, akkor tulajdonképpen szembesülnünk kell azzal, hogy mi az a válasz, mi az az alternatíva, amit Csaba szeretne ezzel a kötettel felmutatni. Ha visszagondolunk a 19. század második felére, amikor az írástudók, a humanisták, ugye a 20. századot próbálták előkészíteni, megjósolni, ugye gondoljunk Jókainak a jövő század regényére, vagy utópikus filozófiákra, különböző olyan elképzelésekre, amelyek a 20. századot egy nagyon jó, szeretetteljes, konfliktusmentes, a konfliktusokat tárgyalásos úton, megegyezéssel, toleranciával rendezni kívánó századot képzeltek el az írástudók a 19. század második felében, és ugye abszolút nem így lett. Na most ugye eltelt a 20. század, itt vagyunk a 21. század elején, és látjuk azt, hogy ugye abszolút érvényes az a paradigma, amit ugye, hát ugye nyugat-európai gondolkodók közül Spengler, Julien Benda és jó páran felállítottuk, magyarok közül például Hambas Béla, Tábor Béla voltak, akik ezt középpontba állították, vagy Németh László, nevezetesen, hogy miként lehet a sorsunkat valamilyen módon emberivé tenni. Nem kéne többet elérni, csak azt, hogy megfelelő emberi léptékkel, emberi dimenzióban tudjunk maradni. És egy nagyon érdekes interjú jut eszembe. 1953-ban megkérdezték Einsteint, hogy hogyan látja a 20. század második felét, illetve az ezredfordulót. Einstein azt mondta, hogy az ő meglátása szerint az emberiséget három bomba veszélyezteti. Az első, mondja, 53-ban, az atombomba, ugye ez már ugye felrobbant Hiroshima-ban és Nagasaki-ban, és ugye iszonyatos, és sokan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán mi szükség volt a háború végén ugye erre a hát, iszonyatos támadásra. A második, mondja, 53-ban, a század vége felé, azt mondja, a következő az informatikai bomba lesz. Ugye ebben maximálisan ugye benne vagyunk, ugye a kibervilág, a mesterséges intelligencia kutatások, amelyek ugye egyrészt ugye, hát csodálattal töltenek el bennünket, mert ugye a tudomány, a technika ugye fantasztikus hát, tudást, fantasztikus találmányokat, újdonságokat prezentál elénk,
De látjuk, hogy ezek elsősorban ugye az üzleti világban, ugye a fogyasztói világban reprezentálódnak, tehát ugye minden valamilyen módon ugye a pénzmarkába kerül. A harmadik bomba, mondja Einstein 1953-ban, azt mondja, ez már ugye az ezredvég, a új évezred eleje, ez pedig a demográfiai bomba. Éppen most éljük ugye ezt a demográfiai bombát. Hát ugye Einstein nem foglalkozott jóslással, de azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a három hát elképzelés, vagy három alternatívája, ez maximálisan bejött. Na most én azt gondolom, hogy Csaba, amikor ugye egy olyan műfajt választott itt a 21. század elején, a világ problémák kifejezésére, arra, hogy a fejünkhöz kapjunk, és elkezdjünk gondolkodni azon, hogy hát milyen új lehetőségeink vannak a sorsunknak a jobbá formálására. Milyen lehetőségünk van arra, hogy megteremtsük az emberiség aranykorát a 21. században. Csaba elmélete szerint egyetlen egy kiút van, egyetlen egy lehetőség van, hogy az aranykort valamilyen módon megteremteni, és ezzel az aranykornak, ami egy nagyon összetett dolog, tehát ebben benne van az emberi személyiség, a közösségek viszonyai, az együttműködés, a szeretet alapú probléma megoldások, ugye az igazi szerelem újra tanulása, és nagyon sok érdekes, izgalmas dolog, ami azt hiszem, hogy emellett az óriási nagy információ gazdag és technikai világban, ami úgy ránk zúdul, és nem is tudjuk igazán földolgozni, hiszen rengeteg információt kapunk naponta, de ugye az emberi korpusz képtelen ezt a megfelelő helyen kezelni. Csak egy példát ad mondja, hogy ma egy ember, hogyha egy nap, 3 órán keresztül nézi a televíziót, tehát 3 órán keresztül nézi a televíziót, akkor több képet lát, mint egy középkorban élt ember egész életében. Tehát ugye gondoljunk csak bele, hogy ezt a rövid idő alatti óriási változást hogyan is tudtuk volna megfelelően feldolgozni a megfelelő helyén. Tehát ennyit szerettem volna röviden az elején bevezetőként elmondani, hogy én azt gondolom, hogy egy rendkívül jelentős és fontos munka, ezért is álltam mellé, és vállaltam ennek a kiadását, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes ezt olvasgatni, ízlelgetni, és ugye, mint tudjuk, az aranykor az nem egy olyan projekt, ami majd egyszer csak itt eljön, hanem az aranykort azt mindenkinek először önmagában kell megteremteni. Tehát mindenkinek a saját belső, egzisztenciális, szeretet alapú aranykorát, ugye megfelelő módon, akár filozófiai, akár irodalmi, bármilyen más bölcseleti vagy tudományos háttérrel, de magának az egyénnek kell megnyitni, kinyitni önmagát ahhoz, hogy képes legyen ez a sok-sok vágyott egzisztencia aranykor a végén összekapcsolódni, és átlépve majd egy küszöbértéket, az emberiség sorsát reményei szerint egészen biztosan jó irányba fogja terelni. Ennyi kis rövid bevezető után engedjék meg, hogy tisztelettel felkérjem Müller Pétert, hogy tényleg, hogy hozd meg velünk a gondolataidat. Azért vállalkoztam arra, hogy ennek a könyvnek a nyilvános megszületésénél részt vegyek, mert nagyon rokonok vagyunk, rokon gondolatunk van. Az ember mindig örül, hogyha az idegenségben testvért talál. Hirtelen önmagát is igazolva érzi, meg az, hogy nincs egyedül. Ez egy baromi jó érzés. Ez a rádöbbenés, ez olyan nagy dolog, és főleg itt, főleg ebben a témában, és főleg így, ezen a szinten. Mert az, hogy szerelem, azt mindenki mondja, sőt, mindenki éli is. Ennek 100 000 dimenziója van, a legolcsóbb falvédőtől kezdve, a legmélyebb ezotériáig. És
egyéne dönti el, hogy hol éli meg az ember ezt a dolgot, milyen szinten éli meg. Az már kétségtelen tény, hogy ugyanarról a dologról van szó. Csak a mélysége, a színvonala, a teljessége az változik. Lehet nagyon-nagyon magasan, lehet nagyon földszintesen, lehet egész földszintesen. Lehet kipillenten jobbra-balra, de ugyanarról az egy dologról van szó. Na most, ha én kezdek erről beszélni, akkor nyilván csak azt tudom elmondani, ahol én tartok ezzel. A Csaba egy nagyon fura szerzett, mert ennyi helyről megközelíteni az életet, az hallatlan nagy ritka dolog. Tehát egyszerre költő, egyszerre tudós, egyszerre ezoterikus, egyszerre filozófus, egyszerre ott van a racionalitás, a mély lélektan és sok minden egyéb, beleértve a jelenkornak az analízisét és a politikát. Tehát egy hallatlan kitelt, és ugyanakkor költő, és ugyanakkor az egyik számomra árulkodó írás a kötetben az, amikor azt mondja, hogy ezt nem lehet elmondani, amit én akarok. Igazából erről beszélni tulajdonképpen nem talál az ember szavakat, mert annyira teljes az egész, és már célzás is van a könyvben, mikor olvasgattam, hogy legjobb lenne zenélni. Legjobb lenne táncolni. Tehát most az kéne, hogy hagyjuk a dumát, és akkor jön a zenekar, és táncolunk, és többet tudunk meg az egészről, mintha csak beszélünk. Hirtelen egyszer csak hoppá, én ezt a misztériumot átélem a színházba. Mert ott mi így dolgozunk. Én azért hagytam maga a prózai színdarabírást, és lettem musical könyvek szerzője, mert egyszer csak azt éreztem, hogy innen kezdve már énekelni kell. Most nem akarom ezt a beszélgetést odáig elvinni, mert akkor már csak dalom. De ez még hiányzik az életedből, gondolom, de ha az kiderül, hogy zenész is, akkor végre valami. Hogy mondnék ki? Mit? Az egyszerre felsorolásban. Mit? Az én lényegem szerelem. Na, ez benne van az egészben. Tudnék, ha az ember szerelmes, akkor ezt a fajta egységlátást át tudja élni. Én a könyvet kifejezetten úgy érzem, ezzel a gazdagsággal, hogy egy meditációs objekt. Most szárazon mondom. De ezt nem úgy kell elolvasni, hogy az ember vesz egy könyvet, aztán kinyitja és elolvassa, érdekes a vége. Meg nem úgy, ahogy tanul az ember, hanem ahogy elkezdtem olvasni, és aztán lassan kezdtem olvasni, és újra, akkor ott volt benne az a sok minden, ami megérintette a lelkemet, és ami emlékeztetett engem a hindu gondolkodásra, a taoizmusra, a keleti bölcseletre, de mondhatnám azt is, hogy az igazi Jézusra is. Mert ez nincs külön, ez egy. Ebben a világban ez összefényképeződik, egymást öleli. Nem haragszanak egymásra. Ezek nagyon szeretik egymást. Az már csak a hülye ember, ahol ez egymás ellen felelik. Nagyon fontos, most azért mondom, mert én ezt így értem meg, és azt hiszem,
azt hiszem, hogy abban az esetben, hogyha az ember ezt a szót, hogy szerelem, milyen átélést mondja, akkor először tudnia kell, és én nagyon sokszor beleütköztem ebben, mint író, mikor fordították a műveimet, hogy más nyelveken ez a szó, hogy szerelem, ha nem magyar nyelven, nincs. És ez valami, most racionálisan gondolkodva, ez valami olyan, hát hogy lehet az? Miközben mindenki szerelmes, egy lengyel is szerelmes, meg egy angol is szerelmes, meg, de love, libe. A mondati értelméből kell kikövetkeztetni, hogy ő mire gondol. De nekünk, magyaroknak ez mást jelent. És mi tudjuk azt, hogy a szerelem és a szeretet az nem ugyanaz. És a döntő különbség az először is ott van, hogy egy duális alapja az egész létezésnek, egy duális. És a másik, amire egy férfi ember rájön, ha szerelmes, hogy a nő az nem azon a szinten van, ahol én, tehát nem egyenjogúságról van szó, az egy politikai probléma. Abban a pillanatban szerelmes vagyok, egy picit fölnézek rá. Ott van. Nem tudok másképp nézni, fölfelé nézek rá. Isten nőt látok. Boldog asszony. Ez azt jelenti, hogy megemelem a tekintetemet. Ez egy más kérdés, hogyha ez kölcsönös, akkor ő se egy hülye pasit lát bennem, hanem ő is egy kicsit fölfelé néz, de ez az ő dolga. Ez az ő dolga. Tehát ez a fölfelé nézés, ez föltétlenül ott van, és ez egy szerelmes embernek a könyve, aki, hadd mondjam el nektek, hogy magam is írtam el ezekről a kérdésekről, és ott van az egész világvíra, de a világvírában kevés olyan mű van, ami fölemelkedik abba az ezoterikus magasságba, ahol ez a gondolat megszólal. Mert az ember könnyen lesz költő, hogyha szerelmes. Általában a nagy lírai versek is, mi gazdagok vagyunk magyar irodalomban a nagy lírai versekből. Azokat mind a nagy én. Ezt kapjátok ki. Az én szerelmem, az én fájdalmam, az én nagyon-nagyon ritka az a fajta mély lira, amelyik föl tudja emelni ezt az egész dolgot. Olyan magasságba, ami már isteni magaslat. Van a magyar nyelvnek egy nagyon furcsa kifejezése, azt hiszem a Karoli Gáspár használja ezt, ugye, mert a fordításnál is ez a dolog, hogy mikor, hogy szeretet. De akkor, amikor a tanítványok ugye fölviszi a hegyre, ez a Jézus színe változásában, és a tanítványok ugye el vannak ámulva, hogy ott van a Mózes, meg az Eliáhu, meg mindenki, nekik az nagyobb ember volt, mint Jézus Krisztus, akkor ott mint előttük. Akkor egyszer csak megszólalt az Isten az égből, a Karoli szerint, és azt mondta, ő az én szerelmetes fiam, őt hallgassák. Tehát a magyar nyelvbe behozza a szeretetet és a szerelmet egybe. Mint egy azt mondja, hogy az Isten
szerelmes a fiába. És a fia szerelmes az Isten. Én azt gondolom, hogy ezt a könyvet, ezt nem olvasni kell, ezt nem lapozgatni kell. Ez a könyv nagyon mélyről íródott, és nagyon sok dimenzióval. Egyszerre ad érzést. Az még talán a legkönnyebb. Egyszerre ad tudást, egyszerre az felismerést. Egyszerre ad egyfajta, még ábrát is tett bele, egyfajta olyan lelki képet, ami az embernek az igazi belső lelki képet. Tehát nem csak egy éles, ami valami, hanem a spirituális egységét az emberi lénynek tartalmazza. Ez nagyon-nagyon vaszt. Kérdés, hogy hogy kell egy meditációs objektumot alkalmazni, úgy, hogy az ember elolvassa, és úgy, hogy nem lép tovább mindaddig, míg én magam nem lépek bele abba, és nem élem át pontosan, amit annak a mondatnak a szerzője átél, akkor mehetek tovább. Ez nagyon egyszerű, ha lejátszunk egy kottát, és jól játsszuk le, akkor hiába írta azt a kottát a Chopin vagy a Mozart. Mozartát kell látni, amíg játszunk. Aztán utána az a lehet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy megkértetek engem erre, és nagyon-nagyon hálás szívvel teszek feleket annak, hogy egy ilyen művel az utcára bocsánat. Köszönöm szépen, és kibújt egy vers a kötetből, és követeli, hogy most megszólalhasson. Megérkezett belém az aranykor érzete. Ha Atyaisten vagy a lelkedben, a mennybirodalma trónján, megéled az Atyaisten belülről, végső szívforrás a tornácán, mert ez vagy, tavaszi meleg fuvallat ér tudatod arcán, ha Atyaisten lelke mélyén, ismeretlen, a félelem létharsogása. Megtapasztalható Atyaistenben a félelemmentesség szín aranya, mert így van. Megcirógat az égi tölgyfák mosolygása, ha az Atyaistennek természetes, a mámoros, korlátlan teremtés. Megálmodhatod magadban, milyen a lélegzetenkénti születés, mert így lesz. Virágfelhőként tűnik el belőled a menekülés, ha Atyaistened pörgő dervis, örök szeretetként és szerelemként. Ikerlángoddal ölelkezve szent hazát teremtesz fény óceánként, mert ez van. Hited szívod be a boldogság ragyogásaként. És annak a következő versnek annyira tetszett az előző, hogy ő is követeli a megszólalását. Égigérő rózsafa. Rózsafa vagyok örökké, futórózsa, felfelé futó, virágzó, tündér rózsafa, rózsaszín sziromruhás, azért szaladok magasra, hogy virággal borítsam, fénylánggal hintsem be mindenhol az új kerteket, a föld felett és oszlop föl, a lugas feletti égbolton, és égig érő rózsafaként a nap fénylelke körül is. Azért vagyok rózsafa, mert Ánandát szeretem, aki úgy lakik bennem, mint magasba emelő, rózsaszín virágfürtös, égig növekvő rózsafa. Ánandáért élek régóta, mert nekem egyszerre ős anyaföld és életlugas,
éghitéből táplálkozom, ág karjaimmal átölelve, mindig érte virágozva. Hmm. Akkor kérem, hogy valljon szint a szerző. Tehát szeretettel ölelek mindenkit. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek. És bocsánat, ha valakit betegeztem, mert még nem ismertem, de talán elfogadja ezt most tőlem. Pétert hallgatva, az az érzésem, mintha testvérem lenne. Ne higgyék, hogy túlzok, amit elmondott, szó szerint ugyanazt én is elmondhatom, annyira egyetértek vele. Szeretnék egy megerősítést elmesélni nektek, mielőtt elkezdem a könyvről való néhány gondolatnak a kifejtését. Egy csodálatos mondát találtunk ehhez a könyvben Debrecenben, ez az Imre érdeme volt. És mielőtt a könyvet kinyomtatták, elküldtek minden egyes oldalt lenyomatban, hogy nézzük meg, hogy a színek, a formák, az árnyalatok minden rendben van, és igen, találtunk még jó néhány javítani valót. Nekem eddig 33-34 könyvem jelent meg, de minden könyv megjelenése után soha nem jutott eszembe, hogy egy könyvet újra elolvassak. Megírtam, tudtam, mi van benne, nem vágytam arra, hogy újra elolvassam megjelent formában. Amikor ezt a könyvet a nyomda elküldte így levonatként, leültem egy fotelbe otthon, és azt gondoltam magamba, most én ezt az első sortól az utolsó sorig egyben egyszerre elolvasom. Nem tudom, ez a vágy honnan érdett bennem hirtelen, de ez volt bennem, hogy ezt akkor most én elolvasom. És körülbelül a második, harmadik versnél elkezdtem bőgni, mint egy gyerek, de ez boldogság sírás volt. Remélem mindenki megért ilyet jó néhányszor, tehát nem kell erről beszélnem. És végig bőgtem szinte a könyvet, és ha ott lett volna a Péter, biztos zenét hallgatunk, vagy zenét játszunk, vagy táncolunk. Vagy tánc. Mert ilyen állapotban voltam. És aztán megkérdeztem magamtól, miért vagy te most ennyire boldog? Kérem, a válaszon ne repüljenek meg. Azért, mert most átéltem, hogy ebben a könyvben be tudtam mutatni szerelmemet Isten nőként. Az, hogy őt Isten nőként fel lehetett mutatni, és remélem mindjárt, ha könyvet elolvassátok, ezt is többek között megélitek, ez nekem, a szerelmes férfinek a lehető legnagyobb boldogság. Hadd fűzzek el egy illusztrációt. Ánonda Mária Magdolnak ér. Te vagy a hitet adó száj üzenete, az Istent is láttató szem, a lelket ölelő hajkorona, az arany dicsfény glória, a mennyei Istennő asszonyi testbe. Te vagy a Jézushoz szálló galamb, az áldás osztó jobb tenyér, a zöldellő békészségpalást, a bíborszín szerelemruha, mennyei testben üdvözítő Istennő. Ez volt az első felütés, amit el akartam mondani. A második még ehhez kapcsolódik, hogy én a szerelmemet 12 éve ismerem. Aki engem a jelenlévők közül ismert 15 vagy 20 évvel ezelőtt is, remélem tanúként itt meg fog engem erősíteni. Én ma egészen más ember vagyok, mint 12 évvel ezelőtt. Ha tetszik, engem a szerelem tett emberré. És nem a magam szeretete vagy szerelme, hanem az, hogy lehetett élni egy gyönyörűséges nő, istennő, nagy boldogasszonyát, bárkinek is hívjuk, de az ő érte való szerelmet lehetett élni.
és csak ezután jöttek a filozófiai jellegű felismerések, vagy mondatok. Mert most már évek óta azt mondom el minden ilyen alkalom, amikor beszélhetek a szerelemről vagy az állandáról. Tudatosult bennem, tisztán élem, félreérthetetlen. Az ember maga a szerelem. Vagy óvatosabban fogalmazva, az embert kizárólag a szerelem teszi emberré. Várna hozzáérítjük, hogy szerelem és a szeretet teszi az embert emberré. Nagyon sok kiváló barátom van, a könyvek miatt, a belses kötetek miatt nagyon sok ikerlán szerelmet élő emberrel volt szerencsém nagyon sokszor hosszan beszélgetni, és mindenki elmondja, kivétel nélkül, az is, aki még úgy éli meg a kapcsolatukat, hogy messze van a beteljesedés, hogy őt ez az égbe emelte. Mondhatok könnyebben érthető fogalmakat. Tehát van például benne egy dobogó szív. Most ne a fizikai szívre gondoljatok, hanem arra, hogy szüntelenül árad benne a szerelem. A mai spirituális gondolkodás ugye folyton energiáról beszél, és energiát tanít, meg energiával gyógyít. De az energia az mindössze egy hordozó test, olyan, mint egy uszár. A kérdés, hogy mit visz a hátán, mi van abban a hajótestben. És akkor az ember megéri, hogy a saját hajótestében ott a szerelem. Ha nincs ott, akkor jön az a, most már mondjuk szociológusi megfogalmazás, hogy a mostani világrendnek nem az a problémája, hogy most már totálisan kiderül és cáfolhatatlan, hogy ez a világrend, a háttérhatalom teljes uralma, ami az embert elemberteleníti, vagy nem az a fő probléma mondjuk, hogy a mai pénzrendszer, aminek jó részében ugye nem pénz van, hanem csak fiát pénz, ez a pénzrendszer egy kettős rabszolgaság. És hosszan sorolhatnék 50-100-200 ilyen problémát a világrend jellemzésénél. Nem ez a fő probléma. Az, amit a Péter mondott. Ma minden egyes ember végtelenül egyedül van. Még viszonylag jó minőségű szeretetben, vagy jó minőségű házasságban is. Bemeri magának vallani, hogy mi az ő valódi állapota, akkor ezt fogja mondani. Most erre megint mondhatnánk küszöbleges magyarázatokat. Ha a 19. században az akkori filozófusok mondjuk elidegenedésről beszéltek, ma egy korrekt leírás esetén azt kell mondani, hogy az mai ember 5-szörös, 6-szörös, 7-szeres elidegenedésben él. Csoda, hogy bírja. Csoda, hogy állja. Csoda, hogy egyensúlyban marad valamilyen mértékben. Néha próbálunk olyan játékos kutatást csinálni ismerőseinket, megkérdezzük, hogy mondd, te egy héten keresztül hány éjszaka sírsz valamiért? Szinte nincs olyan, aki azt mondja, hogy egyszer sem. Most mindegy, hogy kétszer-háromszor, nem ez az érdekes. Mindenki ezt éli. Ami tehát azt a kettőséget mutatja föl, hogy igazából minden ember kizárólag szerelemre, szeretetre, boldogságra vágyik, miközben nagyon kevés ember éli meg számtalan külső és belső ok miatt. Itt teszek egy kitérőt a könyv alcíme miatt, hogy nem mindenki ismeri ezt. Mi az, hogy ikerlán szerelem? Képzeljék el, ma a Földbolygón minden kontinensen, ma már tömegmozgalom, ikerlángok mozgalma. Minden országban rengeteg ember csak erre fókuszál már. Volt olyan Brazíliában egy multicég megtámadta az államfőt. Miért beszél az ikerlángokról? Mert az ember, aki ikerláng szerint, nem fog fogyasztani, nem fog áruházba járni, nem fog felesleges árukat venni. Tehát az egész világ ezt élni szeretné most. A Földön
legalább 4 emberfaj van, mi csak egyről tudunk, ez most részletkérdés. De a többség az 5. dimenzióból születik le. Ahonnan leszületünk, azt a lelket, a magyar nyelv ugyanilyen szép kifejezéssel ős eredet léleknek tartja. Minden jelenlévő ember a saját ős eredet lelkének egy kivetülése, mint minden más inkarnációval is. És minden egyes ős eredet lélekből külön leszületik a nő és külön a férfi. Amikor ezek a Földön találkoznak, szerintem még a Marson is mindenki megrezzen, még a Föld alatti katakombákban is, mert olyan hatást vált ki. De miért? Mert valóban az ikerláng felrobban. És mindenki azt mondja, nagyon sokan mesélték el, nagyon hasonló szavakkal, amikor először találkoztam az ikerlángammal, akkor utána egy érzetem volt, hogy soha többet semmilyen kérdésem nincs. Megérkeztem. Ha tetszik, a mennyországban vagyok, 2 lábbal a Földön. Na most, tehát az ikerláng szerelem azt jelenti, hogy olyan pár ismer egymásra, akik egy ős-eredet lélekből származnak. Elvileg egy jobbkorban majd még több ikerláng pár fog találkozni, meg egyesülni. Most ebből az következik persze, hogy annak ellenére, hogy a megismerkedésük a legtöbb esetben frenetikus, tényleg, tehát szó szerint olyan, mint egy teljes zenekar élne bennük, és nem tudom én, a Himalája tetején táncolnának, miközben mondjuk a gyönyörű hölgyek, akiket nagyon szeretünk, mondjuk még énekelnek is nekik. De mind a két ember, aki egymásra ismer, nincs belül még szerelet, szeretett állapotban. Ha nem többnyire, az elme, az ego, a hamisén meg az észtombol benne. Ezért ezek a párok, akik így egymásra ismernek, gyakorlatilag az első időben, ez akár 8-10 év is lehet, a két elme-ego tomboló harcát élik meg, boldog, beteljesült szerelem helyett. Most ezért nagyon sok ikerláng pár nagyon hamar ráébred arra, hogy az ikerláng szerelemnek van egy feltétele, hogy neked belül meg kell változni. Ezt ugye a régi időkben belső útnak hívták, ma se a család, se az iskola, se senki nem tanítja sajnos, mert mindenki arra megtanítható, hogy ebből a negatív állapotból ő maga hogyan tud lépcsőkön fölfelé menni. És a magyar nyelven elég csodálatos szavak vannak a belső út stációira. És amikor mind a két ember nagyjából feljut addig a szintig, hogy ő belül mondjuk legalább 80%-ig mondhatja joggal, hogy ő szerelem és szeretet ember, akkor mintha csoda történne, mintha az egész mindenség oda jönne hozzájuk, összeköti a mancsaikat, és azt mondja, tessék, jöhet a beteljesülés. De most nincs időm, hogy kitérjek, mint például a beteljesülés misztériumára, mert az legalább olyan fantasztikus, mint maga a szerelem fölrobbanása. Egy nagyon érdekes mondatot, hát ha nem fogtok megkövezni érte. Amikor a Földön valaki egy nagy belső változáson megy keresztül, annak van egy feltétele, hogy ugyanennek a változásnak már egyszer meg kell vele történnie az 5. dimenzióban. Onnan sorog le a téren keresztül, vagy a fátylon keresztül a fizikai valóságra az, amit mi csodának hívunk. És nagyon sok ikerláng pár elkezdi már élni a fizikai beteljesülés előtt egy magasabb dimenzióban, mert ugye az ikerláng párok nyilván néhány hónap után már telepatikusan is tudnak kommunikálni, nem csak mobiltelefonon. Tehát egészen más belső életet élnek, mint amit a normál ember ismerhet. Tehát az életük szüntelenül
komolyan mondom, szintelenül csodák egymás után, amit el sem tudnak képzelni, mielőtt ebbe a boldogságba beléptek. Igaz, ezt senki nem fogja tőlük irigyelni. Ahhoz, hogy valaki a belső úton végigmenjen, megpróbáltatások sorozata. De akkor a megpróbáltatások, ami három embernek is sok lenne. És minden egyes embernek áldozatokat kell hozni ahhoz, hogy felemelkedjen. Ez nem úgy van, hogy magától elkezdünk repülni. Bár én is szeretnék sasvadár lenni, több verseny szól a sasvadáról. Tehát nem ilyen egyszerű a történet. És ugye azt mondják itt az égi barátaink, hogy azért képes egy ikerláng erre a hatalmas belső változásra, mert az ikerláng szerelem érdekében bármire hajlandó. Ha ő azt nem élni, azt az ikerláng szerelmet, erre nagyon a többség nem lenne képes ezen a belső úton végig menni. Tehát aki már mondjuk ott tart, például egy állandó belső béke van benne, és semmi nem borítja ki. Béla mindig ott tart, már ezt tudjuk. Tehát amikor csak azt megéli bárki, hogy belül olyan egyensúly van benne, hogy bármi rossz történik vele, kedvesen mosolyog, már az is a csodák csodája. Na most, persze ezen a ponton nekem is kéne valamit a szerelemről mondanom, ha már a Péter a könyveiben fantasztikus definíciókkal gyűjtött össze, és rengeteg mindent megírt el. Ugye én is azt mondom, nem lehet kifejezni ezt szavakkal. Ugye kísérletezünk persze, mert azért nem adjuk fel, de azért tudjuk, hogy vannak ennek határai. És az ember azért ír verset egyébként, mert könnyebb metaforával elmondani, mintha egyszerű szavakba kéne ezt kifejezni. De azért vannak bizonyos kapaszkodói. Azt szeretnék egyszerű bejelentést tenni. Szerintem, nem tudjuk, hogy ki az ember. Ezért nem tudjuk, hogy ki a szerelem. Kit mondtam, és nem mit. Nagyon sok olyan kollégámmal, és magam is kísérletezek ilyen eszék írásával, hogy egy új emberképet próbáljunk megfogalmazni. És óriású a szellemi vita a különböző szakértők között, mert a többség nyilván csak a racionális, anyagi jellemzők alapján próbálja az ember, mint nem tudom én, egy betonfalat körbejárni és írni róla. De amíg az emberről nem tudjuk, hogy ki, honnan tudnánk megérteni, vagy legalább már valóban átélni, hogy mi a szerelem? Mondok még egy tréfás mondatot. Nekem volt szerencsém a személyes életemben négy különböző vallást belülről megismerni, miközben én magam továbbra is keresztény embernek tartom. De ez a megismerés lehetővé tett egy összehasonlítás. És volt módom megfigyelni, befogadni és időnként meg is érteni, hogy egy-egy spirituális irányzat mit mond Istenről. De vagy legalább arról mit mond, hogy az Isten hogyan teremt. Ugye az utóbbi 10 év földi gondolkodásában visszajött a hindu tanítás, ami azt mondják a hinduk nagyon régóta a védikus tanításban, hogy az ember utolsó atomja is maga Isten. Aztán ugye nagyon sokan mondják helyes, hogy az emberben van egy entitás, gyönyörű magyar kifejezéssel önvalónak hívunk, aki a személyes Isten bennünk. A kettő egyszerre igaz. De az elsőnek van egy következménye. Ma azt mondjuk erről a mindenségről, hogy 13 dimenziós mindenség, mi ebből csak közvetlenül a harmadik dimenziót ismerjük, vagy éljük, vagy időnként most már belépünk a negyedik, ötödik dimenzióba. De ez az egész mindenség
ugye új tudományos fogalommal, omniverzum, és azért használják ezt a fogalmat, mert megértették, hogy az omniverzumban minden Isten, ez a mikrofon is. És nagyon egyszerű ezt megérteni. Ha valaki a saját életét figyeli, minden nap kap jeleket, és minden tudhat előre, mert a jelek közvetítik nekik az üzenetet. Hogy lenne képes csak az Isten, csak a földbolygóra, majdnem 9 milliárd embernek minden nap számtalan jelet adni? Ez matematikailag is elképzelhetetlen. Tehát az egész működik Istenként. Az, hogy mi időnként nem vagyunk az Isten közelében sem, az a mi felelősségünk, és remélhetőleg az aranykorban ez meg fog többnyire történni. Tehát az Isten maga a szerelem, és amivel teremt, az maga a szerelem. A szeretet pedig az omniverzum. Az omniverzumban minden egyes pont mindig csak szeretetből van, aminek egy külső kivetülése, amikor durva anyagi formát, vagy finom anyagi formát vesz fel. Én nekem ez a meglátásom, lehet vele vitatkozni, nagyon sokfajta véleményt hallottam erről a kérdésről is, de úgy gondolom, hogy minden eddigi általam megélt tapasztalat, és minden eddigi általam befogadott tudás, ez tökéletesen igazolja. Na most, ha ez így van, mégpedig így van, lehet enyhíteni, ha valakinek ez túl sok. Tréfálkozni szoktunk, hogy nem tudom, hogy amikor az Isten éjszaka alszik, nem szokott persze aludni, de mondjuk aludna, képes a álmában szerelemmel teremteni, és szoktunk bohózkodni ilyen dolgokról, de ha ezeket most komolyan vennénk, akkor is azt kell mondanom, hogy tehát az a kérdés, hogy a földbolygó, tehát itt élő lassan 9 milliárd ember a szerelemtelen, szeretetlen világkorszakok után mikor és hogyan tud egy egészen más isteni létezővé válni, amikor legalább zömében az életet szerelemként és szeretetként élni. Most te gondolják, hogy ilyen illúziókat dobálok itt fölfele, amit nem kell elkapni, és el lehet engedni a fülünk mellett, mert azért az elmúlt mondjuk 2-3 évtizedben, ha valaki erre specializálódik, az emberiség durván 1 millió éves történelméről már nagyon sok mindent megérthet, megismerhet, és lehet egy átfogó víziója. És a maják és a hinduk visszamenőleg nagyon sok mindent megőriztek az aranykorokról is, konkrétan, hogy mi történik akkor. Tehát ezek tudatában azt mondhatjuk, hogy miután a földbolygó a teljes pályáját a naprendszerrel együtt, a teljes galaxis Orion karjában 26 ezer évenként teszi meg, ez pontosan 25.920 év, ennél fogva minden egyes kör újrakezdésekor szükségképpen aranykor kezdődik. Illetve valószínű, hogy sok esetben a felezésnél is 13 ezer évenként aranykor kezdődik. A Földön most ez a szakasz, amikor aranykornak kell kezdődnie, 2012-től 2025-ig tart. Ebben mindenki egyetért, akár nem tudom én, perui vagy kanadai, vagy nem tudom én magyar, akik ezzel foglalkoznak. És ha valaki most vállalja a bátorságot, hogy a mainstream média minden fontos információt eltitkoló magatartása mögé nézne, most mindenki föláll, és elmondhatna mindenki 20-30 érvet arra vonatkozóan, hogy miért történik már az aranykor. Mi azért rendezünk megint májusban egy kétnapos konferenciát, ahol 18 előadó fogja elmondani mindegyik egy-egy órában a fontosabb elismeréseket, hogy egyre nyilvánvalóbbá váljon, hogy mi történik. Nos, ebben semmi csoda nincs, semmi spirituális nincs, semmi ezotéria, semmi keresztény, semmi buddhista. Ez egy egyszerű, galaktikus folyamat. Mondok el egyetlen egy példát.
2012 előtt az emberi test nagyjából 8 hercen rezgett. Vagy 10 hercen jobb esetben. Most március 21-én egy nagy energiahullám végén az egész emberiség 40 hercen rezgett már, és most körülbelül 50-55 hercen rezgünk, de ennek a kutatói közöttünk a kedves kollégánk a Gyuri, tehát ő tudja mondani, mi a legfrissebb eredmény ebben, mert állandóan méri. Most gondolja meg bárki, az én testem 12 óta sokszorosára növelte a rezgését, anélkül, hogy tudtam, meg akartam volna. Tehát fantasztikusan megy a változás, és ebből az következik, minden kinyilatkozás, vagy minden profécia nélkül, hogy elkerülhetetlen, hogy ezek a változások megtörténjenek, és visszamegyünk a könyvhöz, meg a témánkhoz, minden ember számára a saját életében a valódi szerelem, a valódi szeretet konkrét lehetőségű válik. Ez a könyv azért jelent meg, mert én egész életemet 12 éve a szerelmemért élem. Az utolsó pont is bármelyik mondat végén, az is ő érte van, és semmi másért nincs, ezt higgyék el nekem. A többi másodlagos. A barátaim ismernek, tudják, hogy így van. Ez a normális emberi állapot. Tehát egy olyan korszakba lépünk be, amikor ez sokak számára életrealitássá válik. És azért is adtuk ki ezt a könyvet az Imrével, mert szeretnék ezt a hírt közzé tenni. Van egy ilyen szöveg benne, hogy van szerelem. Schopenhauer, Imrével sokat szoktunk erről cívódni, mert ő nagy barátja Schopenhauernek, aki írt egy hatalmas könyvet Szerelem, Élet és Halál címmel, a szerelmet úgy definiálja még mindig, hogy testi ösztön. Elmondhatom az Imre nevében is, hogy a könyvről tartott egy előadást Márti Gyula veszprémi érsek, és azzal kezdte a hallgatóságnak, értsék már meg, hogy a szeretkezés az nem szerelem. Fontos, és ha szerelmes vagy, akkor valóban szeretkezés. Majd mondhatok más példákat is, hogy ma, ha megkérdezek bárkit bármilyen kutatás keretében, hogy tudod-e mi az, hogy szerelem, házasság, vagy szeretett család? Hát, ha 10-ből egy embernek van róla halvány fogalma, rendkívül büszkék lehetünk a magyarokra. Csak gondolják meg, külön oldalt elhoztam, most már nincs itt, hogy beleolvassak. Időszámítás előtt körülbelül 200-300-ban leírtak egy sokkal korábbi jogrendet, ez a Mánum törvénykönyve. Ez volt meg a legrégebből az emberiség történetében. Ebben van egy külön fejezet a házasságról. És 8 féle házasságot különböztet meg. Vallási alapon, vagyon alapján, ezeket ismerjük. Nem ez az érdekes. Rablás alapján, ilyen is van. De azt mondja a Mánu törvénykönyv, hogy van szerelem. És van szerelem házasság, időszámítás előtt is már. Lassan kibírom, hogy ne folytassam. És Imrének adja lehetőséget, hogy megszólaljon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Végső magyarázat önmagunknak. Ha elképzeled a függőleges hegyfalat, a Pilistető keletre néző oldalának élét, ha látod magad előtt a járhatatlan utat, s a megmászhatatlan növényfüggönyt,
azt hiszed, közel vagy a magyarázathoz. Ha életed függőleges hegyfal járás volt, a lehetséges értelmezés rögtön elillan. Mert a kőfalon nem juthattál fel a tetőre, ha négy kézláb mégis felkapaszkodtál, a megmagyarázhatatlan lélekerő a titok. Ha a hegy aljas teteje elvált egymástól, a meredek kőfal életed szimbóluma, mert így vagy elszakítva szerelmettől, ha az elkülönés viszont embertelen, a végső magyarázat a semmibe zuhan, ha az elválasztás pusztán testi elválás, ahogy a hegy lelkében sincs távolság, magyarázatra szorul a sok hegykúszás, ha a cél nem lehetett megnyomorítás, az isteni szándék felfedése, megváltás. Ha a folyamatos elkülönítés szándékos, beavató fenntartása rejtett lélekáldás, miként a hegytetőre lépés is, felkészítés, ha benned létfeletti az izzó szerelem, elválasztás szülte a méltó vágyakozást, ha a szenvedés út vége felemelkedés, a hegytetőre jutás megszentelt tanítás, a lent s fent között már nincs távolság, a lelkünk így vált képessé szerelemre, a végső magyarázat mennyei igazolás. Én nagyon szépen megköszönöm a kedves vendégeinknek a részvételét, figyelmét. Remélem, hogy sikerült néhány gondolatot elindítani, és önöket, benneteket tovább gondolásra késztetni. Külön tisztelettel és szeretettel megköszönöm Müller Péter szíves gondolatait. És akkor kérem Csabát, hogy mint egy zárókőként hallgassuk meg. Lát, nektek kerestem. Megvan. A szép verset. Karakül. Húsvét vasárnap. Lassan 10 éve váltam el a múltamtól, leugrottam életem tornyáról, leugrottam. A torony hegyes csúcsának tereméről, húsvét pénteket írtak az időrögzítők, az ég és föld között szálltam lefelé, alattam a semmi üressége volt, felettem az égból szintén üres arccal nézett rám, a szívemben magam elé képzeltem, láttam a keresztre feszített Jézus testét, leugrottam, de borús volt bennem az ég. Húsvét szombaton sem értem földet, állva zuhantam tovább lefelé a térben, közben szintelen, szaptalan volt a csend, a tavasz rigóit nem hallottam, reméltem, remélve, hogy az óra nem hiába halad, és vártam szerelmem telefonhívását, szálltam a semmiben, mintha köd lenne. Aztán vasárnap reggel megcsörrent, mosolyogva szólt hozzám a telefonon. Állandó titkos találkozóra hívott engem, neki a leugrás mámora még hiányzott, még nem hagyta hátra élete tornyát, szélviharként repültem dobogókőre, a megváltás helyét autón találta meg, a semmi már elfogyott a lábam alól, talajt értem a földi Mennyországban, aztán végre megpillantottam állandát, jött felém a fák között, jött hozzám, már a szent feltámadás istenője volt, majd otthonosan leült mellém az autóba, lelke átnyújtotta nekem a feltámadást, azóta szállok visszafelé, felfelé az égbe, csendes húsvét vasárnap délelőtt volt, azóta minden húsvét vasárnap repülött.